A helyi kamarák fontos feladata, hogy a hazai pénzügyi és támogatási rendszerről, valamint a hitel lehetőségekről tájékoztassák a kis és közepes vállalkozásokat. Bár mostanság azt mondják, a gazdasági válság arrébb állt, nem mindegy az, hogy miként vészelték át azt a vállalkozások, azaz stabil volt-e azelőtt működésük, volt-e tartalékuk vagy tartozásuk. Minden vállalkozás másképp élte meg ezt az időszakot, mondta a kamara elnöke. Négy magyar régió, köztük a mi térségünk is az Európai Unióban a leghátrányosabb helyzetű régiók között áll, a gazdaság csak lassan mozdul, még mindig a pesszimizmus jellemző a KKV-k körében. A hazai támogatott hitelek mellett a banki hitelezést vagy nem vállalják a cégek, vagy a vállalkozás nem szimpatikus a bank számára, hitelképtelen. Ezen segíthet egy olyan hitelbiztosítási lehetőség, amely vonzóbbá teszi a vállalkozásokat a banki hitelek igénylésénél. A hitelezett vállalatoknak a törlesztési kockázatát úgy tudja csökkenteni, hogy levesszük gyakorlatilag azt a kockázatot a vállukról, hogy a vevőjék nem fizetése miatt végül is a hitelezett vállalat se tudja a pénzintézet felé a hitelét törleszteni. Tehát az együttműködés az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy egy banki hitel vagy egy faktoring hitel mellé a hitelbiztosítás engedményezhető a pénzintézetre. Ezáltal olyan vállalatok is hitelekhez nyújthatnak, amelyek önmagukban adott esetben a pénzintézet számára nem elég attraktívak a hitelezés szempontjából. Hatalmas igény van erre, forgóeszköz, számlafinanszírozás, szállítóhitel mellé igénylik elsősorban. A mezőgazdaságra épülő élelmiszeriparban jellemző, de az építőiparban a körbetartozások kiküszöbölésére is alkalmas, hiszen a biztosító látja a vevő fizetőképességét is. Sőt, követelésbehajtással is foglalkozik a kintlévőség biztosítása mellett. A megyei vállalkozások hitelt kevésbé vesznek fel, az új államilag támogatott konstrukciók kamatait sem vállalják, mondta el a kamara elnöke. Azt pedig hiányolják, hogy az eddigi uniós források csak egy vékony szelete jutott el ebbe a szektorba, hiszen nagyobb mértékben pályázhattak az önkormányzatok és az állami intézmények, nem pedig a gazdasági termelést serkentették a nemzetközi források.